Közeleg november 1-je, egyre több helyen és egyre nagyobb mennyiségben árusítják a krizantémot. Az igazi kegyelet azonban a szívekbe és nem a virágcsokor méretébe van írva. Szebbnél szebb krizantémok sorakoznak Marosvásárhely főterén, mint mindenhol máshol halottak napja környékén. A krizantém november 1-e környékén nyílik, és vázában is sokáig szép marad, ezért elsősorban temetői virágként ismert felénk. Mi ugyanabba az árba adjuk az idén is, mint a tavaly. Annyi, hogy most az idén egy kicsit későre nyíltak, és nagyon sok bimbos van még. Két le 50-től felfelé, kinek mennyi a pénze? A népeknek most kevés a pénzük, és akkor adjuk olcsóbban, hogy ők is tudjanak érvényesülni. Viszont eladók azonban sokkal drágábban kínálják a virágot, azt mondják, csak így éri meg nekik. Az árak tavalyhoz képest emelkedtek. Egyre több virág és egyre nagyobb csokrok. Már a kegyelet virága is valóságos üzletággá nőtte ki magát. Úgy a halottak napján, mind a temetői jelenléte, mind a csíksomlyói búcsú kapcsán is mindenki azt lát meg, azt vesz észre, ami a szívében van. Na most, ha a szívemben elhunyt szeretteimnek az emléke van, akkor ezzel az emlékkel megyek a temetőbe, és ezt nem tudja megzavarni egyáltalán az, ami ott körülötte zajlik. Viszont az jó dolog, és üdvözlöm ezt, hogy nem engedik be a temetőbe ezeket, a temető kapuján kívül bonyolítsák le a maguk üzleteit. November 1-e a Minden Szentek ünnepe a katolikus egyházban. Azokról a szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs külön emléknapja. Az idők során a hangsúly eltolódott. November 1-e felekezetektől független megemlékezés elhunyt szeretteinkről.